Szombaton már akkor a reggeli órákban gyülekeztek a törökbecsei Assisi Szent Klára templom udvarában a zarándokok. Együtt indultak el a napra forgó táblák között magasodó középkori műemlékhez. Kerékpárral, gyalog vagy épp traktorral tették meg az utat. Ez az én elődeimnek az egykori kezdetleges helyszíne volt, és akkor nekem is szimpatikus. Erre voltak a nagyszüleimnek és fődjei, ide jártak. Hát normális dolog, hogy én is szeretem az elődeimnek a történelmét. A hőség ellenére sokan gyalog tették meg az utat, rózsafűzért imádkoztak és megemlékeztek elhunyt barátjukról, Zséli Ágnes újságíróról, aki a Pannon RTV munkatársa is volt. A gyalogos zarándoklatunkat becsíről az Aracsi Puszta templomig az elhunyt Zséli Ágnesnak a lelki üdvéjé ajánljuk föl, mert minden évben velünk volt, kedves volt velünk, szeretett velünk lenni, fotózott velünk. A zarándokok számára a mozgalom, maga az út, valamint a puszta templom közelsége testi és lelki megnyugvást jelent. Sokan több éve járnak ide, sőt elhozzák gyerekeiket és unokáikat is. Ez nekünk lelki támasz a mindennapi élet kihívásaiban, és fontosnak találom a példamutatást a gyermekeinknek a nemzetünk és a hitünk megtartásában. A szervezők elmondása szerint az idei zarándoklat volt a legnépesebb. Közel 90-en csatlakoztak Vajdaságból és Magyarországról. Mink a háló, mint szervező, az egy olyan keresztény mozgalom, amelyik inkább a gyakorlati tanúságtétel, hogy nagyon szakmaian fogalmazzak. Magyarán beszélgetünk, és egymásnak teszünk tanúságot a hitünkről, a vallásunkról. Rálátás, lelki világ, és ez a két és fél óra hosszabb beszélgetés, ez nagyon jó idő, hogy az emberek tanálkozzanak. Ez a hálónak a lényege. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Misét is tartottak, amit kötetlen beszélgetés és közös ebéd követett.